A 36 éve alakult csoport egy összetartó közösség, minden évben rendszeresen szerveznek találkozókat. A rendezvényen az egyesület vezetője köszöntötte a résztvevőket. Ezt követően a város egyik legnagyobb civil szervezeteként működő egyesületet a város nevében Szepesi Tibor polgármester köszöntötte. Nagyon nagy öröm az, hogy minden évben megrendezésre kerül ez a rendezvény, és egyre nagyobb létszámban és egyre többen vannak, és ez az a csoport, amely fokozatosan fejlődik, kitermeli magából azokat az új vezetőket, segítőket és azokat a programokat, amelyek összetartják ezt a csoportot. Én azt látom mindig, amikor ezen a rendezvényen itt vagyunk, összegyűlünk, hogy mosolyognak a szemek, mosolyognak az arcok, egymásra tetszenek figyelni, és nem csak ezen az egy rendezvényen, hanem az év minden napján. És talán ez a legfontosabb, hogy azokon a napokon is, amikor nem biztos, hogy mindenki örül, amikor valakinek segítségre van szüksége, akkor van hova fordulni. És ezért nagy dolog az, hogy ilyen létszámban van jelen ez a csoport, hogy mindig van kihez fordulni, mindig lehet kihez oda menni segítségért, és ahogy ismerem a csoportot, hiszen nem csak az új csoportvezetővel, hanem a régi csoportvezető asszonnyal is beszéltünk, tárgyaltunk, és találkoztunk nagyon sokat. Én tudom, hogy maga a vezetőség is mindent megtesz azért, hogy ez a csoport működőképes legyen, sokáig fennmaradjon, és tudjanak segíteni egymásnak a társnak. A karcagi csoport a nulláról indult. Több mint 3 évtizeddel ezelőtt a tagok lelkesedése, kitartása érte azt el, hogy minden évben tudjanak találkozni. A rendezvényen jelen volt térségünk országgyűlési képviselője. Ezekben a csoportokban olyan emberek vannak, hogy ők segítenek. Ők önzetlenül segítenek a másiknak, egymásnak, és támogatják, segítik azokat is, akiknek lehet, hogy kevesebb problémája van, kevesebb baja van, de mégis, ha valakinek jó a szíve, önzetlen, akkor segít mindenkinek, aki rászorul. Még akkor is, hogyha ő van nehezebb helyzetben. És jó ebbe a társaságba eljönni, mert ahogy polgármester úr is mondta, sok minden van itt ebbe a társaságban. Persze vannak betegségek, vannak problémák, vannak életnehézségek, de amikor egy kicsit oldódik a hangulat és telik az idő, akkor a jó hangulat, a jó kedv, a mosoly mindenképpen előjön. És sokkal vidámabb és jókedvűbb társaság, mint sok más, akinek talán kevesebb problémája van. És megtetszettek említeni két díjat. Kezdeném Pánti Ildikó, valaki nekem tanárom volt még, és tudom azt, hogy Pánti Ildikó annyiféle díjat kaphatna meg. Sokat is kapott, de kaphatna még többet. Mert nem csak pedagógus volt, nem csak városi vezető, hanem közösségszervező és igazi közösségi ember. És mindenképpen szeretnék neki gratulálni, mert mindig el szoktam mondani, hogy ami kevés jót tanultam az iskolában, annak nagy részét Pánti Ildikótól tanultam, mert egy nagyon türelmes pedagógus volt az olyan gyermekekkel, aki az átlagnál egy kicsit elevenebb volt, és én finoman így fogalmazom, az átlagnál egy kicsit elevenebb voltam. És a másik díjról szólva, a települési környezetért díj, a Vármegyei Közgyűléstől kapta meg Karcagváros önkormányzata. Pontosabban Karcagváros vezetője, Szepesi Tibor vette át azt a díjat, amelyet Karcagváros kapott. Mert egy ilyen díjat a város kap. Egy település környezetért díjat nem egy ember tud szépé tenni egy települést. És hogyha mi karcagiak tudjuk, de itt a Nagykunságban, ha végigmegyünk egy utcán, akkor nyírva van a fű a ház előtt, fák vannak, virágok, bokrok vannak, egy település akkor szép és akkor egységes, büszkék vagyunk a főtérrel. Nagyon szép a parkunk, a sétakert, a park, de egy város akkor szép, amikor a kis utcák is szépek. És ha igényes lakók vannak, akkor az egész város szép tud lenni, és a polgármester vette át a díjat, de ugyan mi díjunk, a közdíjunk, egységesen, közösen tettünk azért, hogy ez a város szép legyen.
A rendezvény zárásaként a tagok vidám műsorral készültek a résztvevőknek és a televízió nézőknek.